Cseréld ki, az is időbe telik. Király. Hál' Istennek nem Axis is a izéje, az elég kínos lenne, nem igaz? Oké, ez zárva van. Benned van valami? Nincs, minden bizonyal nincs. Úgy megjöttem még mindig. Nem dobog annyira a szél. Oh, hi! Oh, hi! Szia! Oké, ez eléggé fájdalmasnak tűnt. Little Blink! Little Blink! A Machine for Peace, letvörst az amnéziával játszok. Csak vicceltem. Te valami pap volt, az egy kereszt volt, vagy? Hát tudja, hogy csak egy izé gondozó. Little Blink! I see. Yes, Baba, my pop. You have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Hát nem a telefonom, nem csörög bébi, szóval nem hív senki. De tényleg vissza kell kapcsolni a telefonomat, mert az előbb kikapcsoltam vele felé. Oké, várjál, Daniel. Csak visszatértem, Danielnek hívják. Már ki tudja. Hogy is hívják, mert elfejtettem, de nem Daniel. Most csak az amnézia, ami miatt mondtam, hogy Daniel. Bár az új karakterünket valami buta neve van. Edward? Vagy Marcus? Erre a kettő, ez a kettő név ugrott be nekem is. Téged is lehajtott az a nagy meleg? Sajnálatos. Tényleg sajnálatos, és nekem van egy ilyen csúnya megérzésem, hogy sajnos folyamatosan megy le az akkumulátor, mikor csak is ilyen a pofámért tartom a kamerát, akkor is nem hiszem, hogy csak az éjjel látó fogyasztanám. Itt van valami? Pici malackák, vagy valami? Markov Corporation. Hú, egy ilyen. Folyton az ebetűvel akarom felvenni. Jé. Lust vagyok elolvasni még magamnak is. Responsibility. Ez már nem férsz ki oda. Ez már nem. Olvassátok el nyugodtan, hogyha akarjátok pauzáljátok, mert addig én beütöm a kódot. Telefon már. Tudom, elég amatőr, hogy ezt most csinálom, közben mozogjunk. Hogy basztam a saját linkódomat? Oké, okay, most már királyok vagyunk. Elnézést, nem jött a kis malőr miatt. Ez a szemcsészség engem zavar, ezt remélhetőleg ki lehet kapcsolni valahol. Ad egy ilyen horroros feelinget, de... Hú, ebben tudok így kocsikázni? Felelőzítom, aztán kocsikázok. Na, telefon. Hú. Én azon végig nem megyek, a folyosó kiesztek. Menjek le oda a vérben, inkább végig megyek a folyosón. Te meg még életben vagy, baby. Hello! Most menjek el oda? Tudja, hogy zárva van. Hál' Istennek, nem akarok oda elmenni. Oké, most a rossz gombot nyomtam, hogy a kamerát akarom megint elővenni. Szerintem csak túlötte magát heroinnal, vagy valami ilyesmi történet. De be tudok menni? El van torlaszolva a számítógépekkel, because... Fuck you, that's why. Rendben, spooky folyosó vagy lépcsők, amik vérbe vezetnek. Én azt mondom, hogy ez az ajtó tudja, zárva van, szóval lépcsők, amik vérbe vezetnek. És most, hogy veszélyesebbet a helyzet, hiszen elkezdtem a shiftet használni. Sprinten is ez, ami eléggé buta húzás, mert én nem akarok neki menni az ellenségeinek. De nem akarok bujkálni. Ó, bazd meg! Fel vagy véve! Haver, neked lőttek? Ez a dagatmalac az engem folyamatosan üldözni fog egyébként? Mert ha igen, akkor az úgy kaki lesz. Na? Witness, szemtanú. Még egy kérdés, ezeknek ez a fétisük, hogy kezeket raknak a kibaszott WC-k vagy lóba, ez nem is vicces, tesó. Plusz mert tudja, hogy valahol előtték ezt a dolgot, mert nekem ismerős valahonnan. Most nem akarom pazarolni az elemeimet. Te még élsz? Haver, még érdem, hogy nem. Akkor csak a szöléped van folyósút, mint a padlód. Elem. Valaki rám zárta az ajtót? Kurva anyját, mit? Oké, ráállok a csávnak a tökeire. Király, nem félek, csak legugolok, akkor átfélek? Akkor bazd meg. Beragadtam, oké. Okay. Azt hittem, hogy már is találkoztam egy ilyen végzetes buggal, de hál' Istennek nem történt meg. Hello. Oké. Okay. Csak rám zárták az ajtót, mert azt hitték, hogy mókes. Oké, okay, de biztos egy mágnes kártyával tudok bejönni. Ám legyen. Ide ment tovább az a faszkalap. Ezt meg ide benéznék, ahol addig bezárom az ajtót. Meghalljam, hogyha megtámadnak, vagy valami ilyesmi. Na de, innen iszkolt ki, szóval biztos valami csúnya dolgot csinált, még több
irat. Nekem totál kitört a nyakadtesmú. Na lássuk csak. Nem a H, hanem a J. Még több csomó írás, amit én úgy tudok elolvasni. Pedig biztos érdekesek, és hát, hogy segíteni is fognak nekem. Mondom, pauzoljátok le a játékot, hogyha ti kíváncsiak vagytok rá. Én is nagyon kíváncsi vagyok rá, de videó közben ilyeneket nem akarok elolvasni, mert csak az időtöket húzom. És én nem akarom a ti időtöket húzni, húzzátok a saját időtöket, hogyha el akarjátok olvasni. Hello? Oké, és itt már fény. Azt hittem, hogy ott van milyen a folyosón, az totál beszaratott volna. Oké, tudtam, hogy zárva, hogy ilyenkor örülök, hogyha zárva van valami. Erre ment tovább a mi kis barátunk. És ez is zárva van? Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. Walker. A texasi kopó. Csak az nem bánt minket. És mindig zárva van. Azra számítottam, hogy kinyitott haver. Oké. Itt biztos van valami. Zárd be magad után. Miért kell bebaszni az ajtót? Nincs itt a mágnes kártya vagy valami? Én arra számítok, hogy itt lenne a mágnes kártyánk. Itt villog valami, az csak a számítógép. Csávókám, nincs nem ad valami? Oké, letapizom a popódat. Gyerünk, fogd meg neki! Oké, a combis elég szexuális, mert szóval elég a combis itt. Valami nem világított az előbb, vagy csak káprázott már megint a szemem? Na, amúgy ez a játék, mivel horror, minden bizonyosan puzzle-kkal is tele lesz, elbújok a... itt. Ez lehet, hogy logikus és tényleg majd búvóhely lesz. Hé, kinyitotta ki ezt az ajtót? Én ezt totál bezártam magam után, nem? Tesó, én ezt emlékszem, hogy bezártam magam után. Oké. Ez még mindig zárva van. Na csávó, nem akarja kinyitni az ajtót? Vagy itt van egy másik ajtó? Nem, itt nincs semmi. Próbálkozunk meg megint. Ez is zárva van. Rendben. Akkor meg kell találnom a mágnes kártyát, mert minden bizonyosan nekünk ide kell bemenni. Bármennyire nem akarok bemenni. Rendben itt nincs? Nem bújt adott a senki? Nem? Franco? Rendben, akkor itt mondjuk a liftnél valami. Ez egy lift, nem igaz? Lehet, hogy ebből a lifttel kellett volna próbálkoznom. Á, itt van még egy sötét folyosó. Ez is csak a budiba vezet, mi? Elem. De azért megérte ide jönni, csak tudja, hogy ki fogja cserébe ijeszteni belőle még a szart is. Hál' Istennek nem történt meg. Húha. Itt valami. Á, erre el lehet jönni itt. Itt még van egy nyitva lévő ajtó is. Én inkább erre elnézek. Ójaj. Itt van valamennyire fény. Egy mobiltelefon, vagy ez csak egy... Ez nem is egy mobil, ez egy valami adóvevőszerűség. Na. Itt gondolom a szemem nem is alkalmazkodik a sötéthez, mint az Amnéziában, az ilyen... kopizással megvádolnák szegény Outlast fejlesztőt. Kifejlesztette az Outlastot egyáltalán? Nem, fogalmam sincs. Internetet kihúzták? Nekem addig viszket a fejem. Leírhatnék mondjuk Facebookon valakire, hogy haver... Beszorultam egy dili házban. Nem akarsz megmenteni, vagy legalább hívni a zsarukat? Hogy én is egy zsaru vagyok. Miért nem hívom én a zsarukat? Őszintén bevallom, nem számítok arra, hogy zsaru lennék, mert zsaruk nem kerülnek ilyen helyzetbe, plusz lenne egy pisztolyom, nem igaz? Az ajtókat becsukom magam után mindazok ellenére, hogy úgy néz ki, hogy kinyitják magukat. Jé, megint a hát nyomtam. Olvassátok el nyugodtan, kedveskéim, bébik. Ribik, ahogy akarjátok. Király. Oda még nem megyünk tovább, mert itt hát van még valami gyűjteni valom. Oké. Hójaj. Baszki, végül csak eljutottam ide. Fuck me. Ugye ez a csávó nem akar majd engem elődözni. Légy szia, haver. Szia. Hello. Voldemort? Te itt? Voldiken, mi van veled? Azt hittem, hogy halott vagy. Spoiler alert. De nézd rám. Ah, hello, barátságos arcok. Szia.
azért mégiscsak jó érzés élő emberekkel találkozni, nem igaz? Én ezek után tökre örülnék neki, neked meg van valami a homlokodon. Ja, mintha valami tumorod lenne. Nincs is meg a kézfejed, vagy mi? Vagy csak az ujjait hiányoznak? Oké, sajnálom, hogy ez történt veletek. Voldemortot nem akarjátok behozni? Biztos élvezni azt az adást, szerintem az a kedvencem. Mit mondom, mert tudok menni? Hello! Király. Ott valami arra felém. Úgy néz ki, hogy nincs, és nekem sajnos lassan véget ér a játékidőm, amit sajnálok. Oké, te ott gyanús vagy nekem. Amúgy még egy dolog, szerintem nem csak a dagatmalacka fog minket üldözni. Lesznek egy kis emberek is, akik üldöznek. Te meg halottnak. Mágnes kártya. Köszönöm szépen, ez most elmentett a játék is, mint ahogy mondtam nekem, körülbelül csak egy fél órán van játszani, szóval askatok. Köszi, hogy néztetek. Remélem tetszik ez a végetes eddig, nekem nagyon tetszik a játék, és alig várom, hogy tudjam folytatni, és lehet, hogy napokkal később tudom csak folytatni, de mindegy. Kettő napra be van nektek biztosítva a videó, szóval köszönjétek, viszont legközelebb, és addig is sziasztok!